Évek óta jelentős probléma a szakember hiánya vendéglátásban, pincérekre, konyhai kisegítőkre és szakácsokra egyformán szükség lenne. Ez a nagymértékű hiány a vendéglátóhelyek színvonalának romlásához is vezethet. Az elmúlt mintegy 2-3 évben kifejezetten hiány szakmának számít a szakács, a konyhai kisegítő és a felszolgáló is megyénkben, valamint országos átlagban egyaránt. Korábban az egyik helyi étterem konyhafőnöke úgy nyilatkozott televíziónknak, jó, ha 8-10 tanulóból 1-2-t ki tud nevelni. A diákoknak mindig felhívja a figyelmét, hogy a szakácsok akkor dolgoznak, amikor más pihen, a folyamatos továbbképzés pedig elengedhetetlen a szakmában. Szerinte ez is lehet a munkaerőhiány egyik oka. Másrészt úgy látja, azok a diákok, akik kilépnek az iskolából, nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, hiába vettek részt gyakorlati képzéseken. Sokszor a különböző gépeket és munkaeszközöket is meg kell ismertetni velük, valamint a gasztronómia folyamatosan fejlődik és változik, ezeket az újításokat mindenkinek követni kell. Legtöbbször az is baj, hogy az iskolából kikerülő diákok rögtön magas fizetésért, a legjobb éttermekben szeretnének dolgozni, nem akarják végigjárni a rangdétrát. Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Mennyire súlyos a helyzet a vendéglátásban? Szó-szó. Hogyha az országot nézzük keresztbe, Kosba, akkor van baj a rendszerben. Hogyha egy-egy jobb régiót szemezgetünk, akkor megoldódni látszanak bizonyos problémák. Hát ugyanez a törekvés, amelyet a szakmai szervezetek megfogalmaztak, és egy kikiáltanak nap, mint nap. Ez úgy tűnik, hogy egy párbeszédé alakul, az ágazati készségtanácsok felálltak, ott további fejtörés van, hogy mit lehetne ennek a problémának a kiküszöbölésére létrehozni, illetve mit lehetne tenni. Mit számítanak jobb régióknak? Hát mindenféleképpen Komárom-Esztergom megye az élen jár, Győr-Moson-Sopron megye szintén élen jár, Budapest is, de itt keresik a legjobban egyébként a kollégákat, illetve hát kiemelten a konyhai kisegítőkre nagyon-nagyon nagy szükség lenne. Tehát hogyha azokat a szakmákat nézem, amely ebbe a csoportba sorolhatók, a felszolgálók, a pékek, a cukrászok, a szakácsok kisegítője, konyhai kisegítők, szobaasszonyok, recepciósok, szállodai vezetők, hát nagyon nagy számban vannak külföldön, akármelyik nagyvárosba megyünk, vagy akármelyik kiemelt desztinációba, mindenhol lehet magyar hangot hallani és felfedezni a kollégák között. Egyre többen térnek haza, ami pozitívum. Egyre több Magyarországon a 4 hónapos, vagy a 4 évszakos vendéglátóegység, akár étterem, akár szálloda. Miért van ennek jelentősége? Hát azért, mert hogy az a foglalkoztatási plusz, amely az év 365 napját célozza meg, a szezonális munkavégzéstől különbözteti meg, egy biztosabb munkavégzés, egy sokkal biztosabb foglalkoztatás, ezt talán vonzóbbá teheti. Vagy itthon tarthatja ennek a szakterületnek a munkavállalóit, így van. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy azok a pozitív változások, amelyek elindultak a magyar idegenforgalomban, turizmusban, gasztronómiában, ezek szintén egy olyan plusz tényezők, amely miatt már nem kell kimenni mindig külföldre, minden esetben külföldre, és kint megtanulni a szakmát, és egy plusz tudással hazaérkezni. Nagyon-nagyon jó szakemberek vannak, a magyar gasztronómia kezdi megtalálni a helyét a világban. Azon a palettán, ahova mi szeretnénk felsorakoztatni a magyar szakembereket. Az elmúlt pár év, az elmúlt 3-4 év azért meg tudta mutatni, hogy a magyar kollégák élen járnak a szakmájukban. Azon a színvonalon, azon a szinten tudnak nagyon sok, mutatni meg annyi technológiai folyamatot felsorakoztatni, és talán megtanítani a nyugat-európai kollégáknak is azt, hogy igen, a magyar szakemberek is most már ismertek Én azt gondolom, nem is igazán azzal van baj, hogyha egy fiatal szakember kimegy külföldre kvázi szerencsét próbálni, vagy tanulni, és aztán visszajön, tehát ezzel nincsen semmi gond. Visszajön a kérdés, hogy visszajön-e. Igen,
ez a kérdés, hogy miért érdemes neki visszajönni? Hát pontosan ezért érdemes, mert az év 365 napjában azért a kollégák föl, tehát a szálloda tulajdonosok, az étterem tulajdonosok, a cukrászdák tulajdonosai, vagy éppen a pékségek, a pékek tulajdonosai fölálltak abban a sorba, hogy már nem kimondottan szezonális turizmusként jellemző Magyarország, hanem egy biztonságos célpontként lehet megközelíteni, és ez arra ösztönöz mindenkit, hogy ne szezonális nyitvatartással legyünk az év 3-4 hónapjában. Ez jellemző volt egy ideig a Balatonon, most ott is megindult egy pozitív fejlődés, hogy idézőjelesen lecserélik ezeket a mondani valókat, és 4 évszakos turizmust terveznek, akár a Balatonon körbe, de hogyha szűk megyénket nézzük, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét nézzük, ugyanis nekünk ez a fontos, hogy itt maradjanak a kollégák, ne menjenek el Budapestre, ne menjenek el a Dunántúra, sőt, mi több, ne menjenek el az ország határokon kívülre, bármelyik irányba, keletre vagy nyugatra, akkor itt is ez látszik, hogy egy teljesen megújult felfogással próbálnak a kollégákhoz, a munkavállalókhoz közelíteni, megemelkedtek a bérek több helyen, és már nem, hogy nyugat-dunántúli béreket adnak kollégák, vagy adunk mi a munkavállalóinknak, hanem azért ez nyugat-európai fizetéssel is felveszi a versenyt. Mi az, amivel 4 évszakossá tudják tenni a vendéglátóhelyeket, vagy a turisztikai csomagokat? Hogyan tudják ezt megoldani? Hát ez át az ég. Ez a marketingeseknek a problémája, illetve a szálloda tulajdonosoknak az anyagi hátterét tudja jócskán megnyírbálni, vagy éppen azt a tudásbázist, amelyet szeretnénk a vendégek irányába élményként nyújtani nap, mint nap, ez csak a megújulással mehet. Tehát egy régi technológiát le kell cserélnünk egy új technológiára, egy régi felfogást, egy vadonatúj felfogásra, el kell sajátítanunk egy ilyen csúnya szóval mondva északi konyhát, vagy éppen egy nyugat-európai konyhát beleültetni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hagyományokba, és ebből egy akkora attrakciót lehet fabrikálni, amely az év minden szakában meg tud újulni. Pusztán gasztronómiával meg lehet fogni vendégeket, vagy ide lehet hozni? Mert én azt gondolom, hogy azért ez egy komplexebb gondolkodást igényel. Sokan. Tehát itt turisztikai csomagokban kell gondolkodni, és ha vízparton vagyunk, akkor nem csak nyáron, hanem valami olyan kínálatot is nyújtani, ami télen vagy ősszel is vonzó lehet a turisták számára, és persze ezt megspékelni olyan gasztronómiával, olyan ételekkel, ami megint egy külön élmény. Igen, természetesen részben igaz, hogy egy komplexebb gondolkodást kíván meg a tulajdonosoktól, a benne dolgozóktól, a vendégek irányába, de hogyha nézzünk egy 2017-es felmérést, amikor, hogyha tőlünk jóval több turista forgalmat generáló Spanyolországra, amikhoz Barcelona és környékére összpontosítunk, akkor ez megmutatja, hogy most már nem csak a napfény miatt érkeznek oda a vendégek, nem csak a tengerpart miatt érkeznek, mint attrakcióra, hanem igen, városlátogatások alkalmával egyre többen a helyi gasztronómiai értékek mozgatják azt a szállat, amiért oda érkeznek. És hogyha itt a megyénkre összpontosítunk, akkor el lehet mondani, hogy igen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az Magyarország egyik éléskamrája, és ha jó az idő és mediterránosodunk, amely bizonyos értelemben jó, bizonyos értelemben pedig kevésbé, és mellé teszünk egy nagyon jó mezőgazdaságot, akkor itt februártól egészen novemberig olyan dolgokat lehet termelni, ami a gasztronómiát is előre húzza. Hogyha a megyét nézzük, akkor Nyíregyháza nincsen meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nélkül, és a megye sincsen meg Nyíregyháza nélkül. Egy akkora attrakció, egy olyan bázis van itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, nem csak a népek együttérése miatt, nem csak a kulturális sokaság miatt, hanem hogy önmagával határos, tehát Magyarország itt saját magával határos, és határon átnyúlva is olyan plusz attrakciók, élhet meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében látogató, amely viszont a tulajdonosokat sarkalja arra, hogy minél több partneri viszonyt kössenek, és így biztosítva van a 365 napból a 365 nap nyitvatartás, és sokkal-sokkal több attrakciót tudunk a vendégeknek, és ezáltal magasabb fizetésekhez tudjuk jutatni a kollégáinkat. Természetesen nekik 100%-ig részt kell vállalni ebből a feladatból, hogy csak élményt és csak pozitív attitűdöt sugározzanak a vendég felé. Milyen színvonalú itt a megyében a képzés, a szakember képzés?
Hát ez országosan egyforma, azt kell, hogy mondjam. Pontosan elindult egy megújulási folyamat ebben is. Az elmúlt 6 évben rengeteget dolgoztak a kollégák azért, hogy az új folyamatokat, az új mondani valóját, és ezt az élményszerű tanítást, akár a duális képzéssel, akár a régi megrögzött mozdulatokat elfelejtve, egy teljesen új fajta gondolkodási mód, egy teljesen új szakképzés érkezzen be, mondhatni, egy 21. századi szakképzés érkezzen be akár a szakgimnáziumokba is, és fölnyitni a kollégáknak, a leendő kollégáknak a szemét, hogy tudjuk nagyon jól, hogy a rántott hús az nagyon finom, de hogy a rántott húson túl is van élet. De ugyanezt elmondhatom. De annak is van több fokozata. Így van, pontosan. És nagyon fontos a gyerekétkezéstől egészen a csúcs gasztronómiáig az utat végigvinni, és talán azok lesznek majd a következő generációk, akik most felnőnek, akik már az újjal találkoznak, akár a bölcsődébe, és nagy valószínűséggel felnőttként is, és sokkal egészségesebb felnőttek lesznek, és erre szoktuk mindig mondani, hogy akkor lehet egészséges a nemzet, hogyha egészségese teszik. Ha már itt a duális képzést említette, itt a megyében vannak-e olyan gyakorlati képzőhelyek, olyan vendéglátóegységek, ahol valóban ezt a korszerű irányzatot tudja elsajátítani a gyakorlatban is egy fiatal? Természetesen, hogyha mi a saját szakterületünket nézzük, akkor 4-5-6 olyan műhely van itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei környezetben, vagy ebbe a szűkebb régióba, akik teljesen komolyan gondolják a szakember képzést, a szakembereknek a megújítását, és például, hogyha saját példámat el tudom itt mondani, akkor mi egy tükörképként állítjuk a mestereket a tanulókkal szemben, és amit a mester hajt végig, vagy végez technológiai folyamatot, ugyanazt tudja a tanuló is a konyhán. Ugyanez a folyamat lejátszható az eladóterbe, a pincéreknél, vagy a felszolgálóknál. Cukrászokat még mi nem képzünk, de a jövőben arra törekszünk, hogy a cukrász tanulókat is magunk mellé dédelgessük, és teljesen ugyanebben a tükör tanítási módszerben hiszünk, és ez a legbiztosabb, amikor kézzel fogható a fejlődés a gyerekeknél, hogy azok a gyerekek, akik az alapvető alapanyagokat nem ismerik fel 14-15 évesen, őket 18-19 évesen úgy kibocsájtani a munkaerőpiacra, hogy mi sem valljunk szégyent, és ők sem valljanak szégyent, az új technológiai folyamatok megismerése nem elegendő az, hogy valaki a 21. században tud főzni egy nagyon jó paprikás krumplit mondjuk, hanem itt azért egy informatikai háttérrel, egy idegen nyelvű háttérrel is folyamatosan kapcsolatban kell, hogy legyenek nem csak az iskola, nem csak a gyakorlati hely, nem csak a szülő és a gyerek négyese, hanem akár egy Erasmus program segítségével kilátogatni Olaszországba, Angliába, Írországba, Svájcba, ahonnan mégiscsak egy megújult tudással térnek vissza a gyerekek. És egy biztonságos nyelvtudással. Így van. Krivács András, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.